városállapotásának 40. évfordulóját ünnepelt a Tamási, melynek alkalmából nagyszabású gálamisort tartottak. A neves eseményre protokoll vendégeket hívtak, és színes előadásokkal várták a lakosságot. A 40. évforduló alkalmából indult el egy rendezvénysorozat január 12-től a városban, aminek első része a Könnyű László könyvtárban került megrendezésre, Emlékszilánkok képekben címmel. A lakosság megnézhette, milyen állapotban volt a város 1984-ben. Következő napon elismeréseket osztottak ki rajz- és próza pályázatok alapján, majd kiállítást nyitottak meg a művekből. Este gálaműsort tartottak meghívott vendégekkel és a város lakosságával. Az ünnep képviseletében Porga Ferenc polgármester úr beszélt. 40 éves várostanási, ezt ünnepeltük ma, és ezt fogjuk még jó néhány rendezvényen keresztül, erre fogunk emlékezni a következő néhány hónapban. Tehát egy rendezvény sorozata előtt állunk, aminek első eseménye ez a gálaműsor volt. Azért pont itt január elején, mert hivatalosan jogilag 1984. január 1-e lett Város Tamásiba, de január 11-én volt a hivatalos átadó ceremónia itt a Művöldési Házban, és most is ebben az épületben ünnepeltünk. Én azt gondolom, hogy köszönet illet mindenkit, elsősorban azokat a tamásiakat, azokat a generációkat, akik elérték azt az eredményt, hogy akkor Tamási 40 éves város lehet, és azokat is, akik tovább építették a várost. Köszönet érte mindenkinek, aki ezért bármit is tett. A beszédemben külön is megköszöntem a mindenkori városvezetőknek, polgármestereknek, alpolgármestereknek, jegyzőknek, képviselőknek, hisz rajtuk múlott, hogy hogyan alakult a város arculata. És bár voltak nehézségek, a rendszerváltozás nagyon megviselte a várost, de ebből felállt. És azt mondtam, hogy 40 évvel ezelőtt még inkább egy nagy falunak néztünk ki, de most már azt gondolom, egy otthonos, szép, biztonságos kisváros vagyunk itt Tolna megye szívébe, amire nagyon büszkék vagyunk, és én személyesen nagyon büszke vagyok arra, hogy ennek a városnak a polgármestere lehetek. Ez életem legszebb és legnagyobb feladata. Protokoll vendégek közül Deák Krisztinát kérdeztük, hisz élete egy részét Tamásiban töltötte. Polgármester úr megtisztelő felkérésének tettem eleget, és azért kaptam ezt a meghívást, mert én tamási származású vagyok, Tamásiban születtem, itt jártam iskolába, sőt még a gimnáziumot is itt végeztem, és el kell mondanom, a mai napig tamási címmel is rendelkezem, úgyhogy egészen addig, amíg a közelmúltban a szüleim elhunytak, de jártam Tamásiba, és szoros kapcsolatok fűznek most is az itt élő volt osztálytársakhoz és a tamásiakhoz. Körülbelül 20 évig Tamásiból való elkerülésem után még szinte minden szolgáltatást Tamásiban vettem igénybe, és minden kapcsolatomat Tamásiban éltem meg, úgyhogy valóban nagyon erősen kötődöm Tamásihoz. Ennek köszönhetem, hogy a minisztérium képviselete mellett egy ebben kettős funkcióban voltam jelen. A városiasodás nagyon fontos, ennek előnyeit említette meg vendégként meghívott Süli János. Megtisztelő, hogy meghívtak, aztán arról szól az egész történet, elmondtam, hogy én 44 éve kerültem Tolna megyébe, Paks 45 éve lett város, Tamási 40 éve, és ugye amikor ide kerültünk 83-ba, akkor tulajdonképpen 4 település rendelkezett városi ranggal. Szekszárd az ugye a megye kialakításakor, és azon kívül tulajdonképpen egyetlen egy város se. És a városiasodás azért az ma is fontos több településnek, hisz mások a mutatók, a támogatási rendszerek, de akár csak a önkormányzati fölépítés, akkor jegyzői lehetőségek, tehát ezek mind egy-egy lépcsőfokot jelentenek a fejlődésben, és ezzel, amelyik város tudott élni, az jól élt vele, ebbe Tamás is beletartozik, de azt ugye a helyettes államtitkárasszony is összefoglalta, ugye voltak ebbe nagyon pozitív fázisok a város 40 éves történetébe, aztán voltak a rendszerváltás, a gyárak bezártása egyéb, és az elmúlt 10 évben azért ugye megint sok új üzemtámogatási rendszer, de hát az utolsó 2 év megint a Covid, a háborús helyzet, az energiaválság,
megint a könnyebbséget megszakította, de hát az a dolga a helyi vezetőknek is velünk együtt, hogy ezt próbáljuk lehető legjobban áthidalni. Tehát erről is beszéltünk itt az ünnepségen, az pedig a felelősségünk, hogy az a városok úgy működjenek, hogy a környező települések lakosságát is ki tudják szolgálni, hogy ott is megmaradjon a lakosság, tehát ne menjenek el a kis településekre se, és élvezzék azt, amit a közelben lévő város tud nekik szolgáltatásba, egészségügyi ellátásba, iskola vonalon nyújtani. Színvonalas műsorokkal léptek fel az előadók, köztük a Pántlika Néptánc Együttes is. Táncosokat kérdeztük a fellépésről. Mi Tamásiba táncolunk a Pántlika Néptánc Együttesben, és nagy örömünkre szolgált, hogy a Tamási Város születésnapjára meghívott minket. Törökoppányi táncokat adtunk elő. Ez egy nagyon kedvenc koreográfiánk, nagyon szeretjük. Sokszor táncoljuk, mert nagyon szépek szerintünk a viseletek, és ezt szeretjük megmutatni is, hogy ilyeneink vannak. Úgyhogy ez egy nagyon fontos tánc nekünk, és örülünk, hogy ezt tudtuk ma bemutatni. 17 éve élek itt, és nagyon szeretek már. Szerintem attól függetlenül, hogy ez egy kicsi város, nagyon sok dolog van, amit tudunk csinálni, szóval én nagyon szeretek itt élni. A gála műsoron köszöntött mondott Porga Ferenc polgármester, Deák Krisztina építési és közlekedési minisztérium műemlékvédelemért felelős helyettes államtitkár, Süli János Tolna vármegye harmadik számú választókerületének országgyűlési képviselője. A műsor után a díszvendégeknek álló fogadással záródott az ünnep. 40 éve avatták városát a másik. Ebből az alkalomból indult el egy rendezvénysorozat, amelynek első részét a Könnyű László könyvtárban rendezték, emlékszilánkok képedben címmel. A városképeiről vetítéssel idézték fel a múltat, ahova szép számmal eljöttek az érdeklődők. Megnézhették a régi épületeket, amik még állnak, s amik már eltűntek a városképből. Több mint 400 fénykép maradt fenn. A képeket Szegedi Miklós készítette, és Daróczi Jánosnak köszönhető, hogy megőrizte, mondta Cink Judit. A Könnyű László könyvtárban indul meg ez a programsorozat, amikor is az Emlékszilánkok képekben című előadásra kerül sor. Az előadást a Tamási Helytörténeti Alapítvány elnöke és egyik oszlopos tagja, Kurti Tibor és Örményi János készítette el, és az ő interpretálásukban is hallhatja a közönség. Ők azokat a képeket válogatták össze a Helytörténeti Alapítvány anyagából, illetve ránk maradt dokumentumokból, ami ezt az időszakot idézi meg, tehát Tamási milyen volt 1984-ben. Tudni kell, hogy a városavatáskor Tamási és Pári városrész összetartozott, így vehették át ezt a dokumentumot, tehát ebben a vetített képes előadásban láthatóak Tamási városról és Pári községről is különböző képek. Különböző csoportosítások szerint vannak benne olyan életképek, amik megidéznek akkori rendezvényeket, eseményeket, de természetesen olyanok is, amelyek az akkori épületeket, az akkori utcákat mutatják be. Azt gondolom, hogy a ma itt ülőknek, az előadás résztvevőinek nagyon érdekes lehet visszaemlékezni ezekre az utcarészletekre, ezekre az épületekre, hiszen az elmúlt 40 évben már nagyon sokat változott a városkép. Sokszor az épületek nem csak felújításra kerültek, hanem új épületek is kerültek a helyükre, úgyhogy azt gondolom ez a múlt idézés mindenki számára nagyon érdekes a mai napon. A városkép elég változatos volt az 1984-es években. Többféle építési stílus irányzat volt látható. Barokk, klasszicizmus, eklektikus stílus volt jelen az építészetben. Svábházak és népű épületek, sőt nátfedeles házak is álltak a városban. Pári település, amely Tamási városnak nyilvánításában nagy szerepet kapott, hisz így lett meg a népesség, hasonló épületekkel rendelkezett. Volt civilház, termelőszövetkezet, azaz TSZ épületek, amik már az idő folyamán eltűntek. Tejüzem is működött a városban, és a mezőgazdaság volt a fő munkahely az ott élőknek. Sok minden megváltozott, és az innováció Tamásit sem került el. Tamási Tolna megye szívének tekinti magát, és ebben a kisvárosban minden megtalálható, ami élhető körülményeket tud teremteni a mai időkben.
A résztvevők csillogó tekintettel és mosolygos arccal néztek vissza a múltra, ami megalapozta a jövőjüket. Tamási Városa avatásának 40. évfordulója alkalmából a Tamási Művelődési Központ képzőművészeti és rövid próza írópályázatot hirdetett meg gyermekeknek és a fiataloknak az Én Városom címmel. Pályázat témája volt, hogy az alkotásokban megjeleníthették városuk épített és természeti értékeit, kulturális történelmi emlékhelyeit, eseményeit, helyszíneket, történéseket, bármely olyan élményt, amely a fiatalok számára az otthont, Tamásit jelenti és jelképezi. Pályázók köre a Tamási városban élő általános és középiskolás diákok voltak. Rajzpályázatnál a méret A/4 vagy A/3 rajzlapon és zsírkréta, ceruza, tus, víz, akril, olajfesték, tempera, pasztelkréta, kollázs lehetett. A rajzpályázat nyertesei 2. és 3. osztályban első helyezett lett Kaszterszki Izabella, Vürcáldám általános iskolából, a 4. osztályban első helyezett lett Belina Emma, szintén Vürcáldám általános iskolából, 5. osztályból első helyezett Fiola Loretta, Vürcáldám általános iskola, 6. osztályból első helyezett Tóth Flóra Anna, Vürcáldám általános iskolából, 7. osztályból első helyezett lett Kovács Veronika, katolikus általános iskolából. Rövid próza írópályázatnál érdekes, izgalmas, humoros írásokat vártak, amiben a diákok megfogalmazták, miért fontos nekik, hogy ebben a városban élnek, milyen élményekkel gazdagodtak a településen. Elnyert helyezések. Első helyezett Pintér Lili, Vályi Péter szakképzőiskola tanulója, és szintén első helyezett lett Kurdi Csanád, Béri Balog Ádám katolikus gimnázium tanulója. A nyerteseknek gratulálunk, az elkészült műveket kiállították a Művelődési Központ folyosó galériájában. 2024.01.13-tól 02.10-ig látogathatják a nyitvatartási időben. Negyven éves a város, ez meghatározza az idei programsorozatot. Minden ősszel már készülnek a következő év tervezetére, és bővítik a kört, hogy szélesebb kínálatot tudjanak nyújtani a palettán. A várható eseményekről nyilatkozott Cink Judit igazgató. Intézményünk már jó előre megtervezi azokat a programokat, amelyeket az év 365 napján lebonyolítunk. Természetesen azokat a jelentős, nagy létszámot vonzó programokat is, amelyek az év során szórakoztató, illetve közösségi rendezvényekként megjelennek a palettánkon. Természetesen azokat a kisebb rendezvényeket is, amelyek pedig akár kisebb közösségeket vonzanak. Minden évben, már előző év decemberében, novemberében elkezdjük összeállítani programjainkat, és itt nem korlátozódunk azokra a programokra, amelyek a mi intézményegységeink szervezésében valósulnak meg, hanem széles partnerséget építettünk ki természetesen a város számos intézményével, számos civil szervezetével. Úgyhogy akkor, amikor az éves városi programok megtervezésre kerülnek, természetesen ebbe bevonjuk ezeket az intézményeket, szervezeteket is. Ennek alapján, az ő visszajelzéseik alapján összeállítunk egy éves rendezvénynaptárt, amely régebben még papíralapú formában is eljutott a háztartásokba, aztán a minden területet érintő COVID-járvány során, illetve az energiaválság során, amikor tapasztaltuk azt, illetve alkalmazkodnunk kellett azokhoz az egyik napról másik napra bekövetkező változásokhoz, amelyek felülírtak mindent, így az elmúlt két évben, az idei évben is ezt online formában jelentetjük meg, hiszen ebbe mindig bele tudunk nyúlni, ezen mindig tudunk módosítani, és mindig aktualizálva tud eljutni a mi közönségünkhöz, illetve a látogatóinkhoz. Most kerül fel pont a mai napon az intézmény honlapjára ez a városi összefoglaló rendezvény naptár,
arra biztatom mindazokat, akik itt élnek, vagy érdeklődnek akár vidékről is a mi programjaink iránt, hogy tekintsék át ezt, ebből kapnak már egy ízelítőt, és látják már, hogy milyen napokon, milyen programok kerülnek lebonyolításra. De ha az év során többször visszakattintanak erre a megjelenő rendezvénynaptárra, akkor ebben mindig látják aktualizálva is már az adott programot. Hiszen természetes, hogy jó előre kell terveznünk, de mindig adódnak olyan lehetőségeink is, amelyek bővítik ezt a kínálatot. Számos pályázatot nyújtunk be, amelyek elbírálását követően tudunk gazdagítani ezeken a programokon. Nagy örömünkre épp a múlt héten érkezett két pályázatunkra is pozitív elbírálás, tehát azt tudom már mondani, hogy a most megjelenő rendezvénynaptárat már ki fogjuk tudni bővíteni. Ezek természetesen önálló rendezvények is lesznek, amelyek megjelennek az év során. A pályázat arra irányult, hogy a tavasztól őszig tartó szabadtéri rendezvényeink programját tudjuk gazdagítani. Ilyenkor mindig természetesen úgy gondolkodunk, hogy a már meglévő programok fellépőit, közreműködőit tudjuk gazdagítani, de természetesen új programokat is tudjunk bevonni, és ezzel is tudjuk várni az itt élőket. A 2023-as évre elégedetten tekintett vissza az igazgatónő, hisz tartalmas évet zártak a kulturális program terén. Ugyanúgy megrendezésre kerülnek színházi előadások, kiállítások, gyermekprogramok, gyermekkoncertek, közösségi programok, olyan mondhatni azt városi találkozási alkalmak, amelyeken munkahelyi közösségek, baráti társaságok, számos olyan művészeti csoport is megjelenik, amelyek tulajdonképpen a bázisát adják az intézményen túl a helyi gazdag kulturális programnak és annak az örökségnek, amelyek tulajdonképpen mi évről évre tovább viszünk, és természetesen új innovációkkal is gazdagítjuk. A programok összeállításánál egy fontos szempont, hogy Tamási város az idei évben ünnepli várossá nyilvánításának 40. évfordulóját. Megkezdődött ez a programsorozat már az elmúlt hétvégén, amikor a könyvtárban Emlékszilánkok képekben címmel egy előadásra vártuk az itt élőket, ami kimondottan visszatekintett 1984-re, amikor a városáavatás dokumentumát átvehették az akkori tamási városvezetők, illetve szombaton egy nagyszabású gálaműsorral ünnepeltük ezt az ünnepi aktust tulajdonképpen, amelyen protokoll vendégeink, illetve a Tamásiban élő polgárok előtt felléptek azok a közösségek, amelyekről már beszéltem, azok a művészeti csoportok, amelyek komoly értéket közvetítenek, legyenek ezek a legkülönbözőbb művészeti ágak képviselői, a fúvós zene, a balett, a vers és prózamondás, a zongora és gitárjáték, a néptánc is megjelent ebben a gálaműsorban, és ilyen típusú rendezvényekkel, vagy ehhez az évfordulóhoz kapcsolódó rendezvényekkel fognak még találkozni az itt élők az év során, ebbe is természetesen bevonva az itt működő civil közösségeket és természetesen Tamási város önkormányzatát. A programsorozat első rendezvénye Emlékszilánkok képekben címmel indult, melynek helyszíne a Könnyű László könyvtár volt. Aztán az Én Városom című képzőművészeti és rövid próza írópályázat eredményhirdetése, majd kiállításának megnyitója történt a Galéria folyosón a Művelődési Házban. Ezt követte egy nagyszabású gálaműsor, ahol protokoll vendégekkel, a város lakóival és színvonalas fellépőkkel ünnepelték a várost. 2024 még több és színesebb rendezvényt kínál az előző évekhez képest, és a kulturális központ munkatársai a város vezetésével együtt az idén is várnak szeretettel mindenkit.